Korábban az volt a szabály, hogy a szakrendeléseken, minden szakrendelésen csak időpontegyeztetéssel lehet igénybe venni az ellátást, ez továbbra is fennáll. Korábban az időpontot csak úgy lehetett kérni, hogy szakrendeléssel konzultálni kellett, ahol a szakrendelésen mérlegeltek, hogy mennyire sürgős vagy nem sürgős az eset, és ennek megfelelően kapott időpontot a beteg. A betegek szakellátásra történő jelentkezését hamarosan egy új rendszer segíti a Paksi Gyógyászati Központban. Az intézmény főigazgatója szerint a nem sokára lezáruló informatikai fejlesztéssel az a cél, hogy gyorsuljon, gördülékenyebbé váljon az időpontfoglalás, előjegyzés. A honlapunkról elérhető lesz egy webes előjegyzés. Ehhez nem csak az előjegyzési időpontot lehet, bizonyos rendelések, ami eddig is szabadon foglalható volt korábban a recepción, azok közül körülbelül a felét kitesszük webes elérhetőségre, hiszen akkor ennyivel kevesebben telefonálnak, és az érkeztetést is megkönnyítjük a recepción, ehhez kellenek ezek az úgynevezett totemoszlopok, vagy kioszkok más néven, ahol egyrészt az előjegyzés során kapott, e-mailben kapott úgynevezett QR kód, vagy egy 6-szemjegyű kód beütésével, vagy a QR kód leolvasával érkeztetni is tudja magát a beteg a szakrendelésre, ahova előzetesen a honlapon keresztül webben előjegyzést foglalt. A fejlesztések kapcsán Ulbert Sándor, a Humánpolitikai Bizottság elnöke is véleményt fogalmaz meg a Közéleti Magazin legfrissebb adásában. Mindegyünk megpróbál akkor abban az adott pillanatban a megfelelő módon, ha valaminél probléma van, vagy valamit fel kell újítani, vagy hozzá kell tenni éppenség egy olyan összeget, ami kint mondjuk egy várótermet okoz jelen pillanatban is az STK előtt, hogy az minél komfortosabb legyen, minél jobb legyen, és minél hamarabb ki tudjuk egymást segíteni. Szóval ez az ellátási rendszer, amiben ez benne van, ez felelősség teljesen mindegyünkben benne van, és a segítő kész ahhoz, hogy Paks város lakosságát mi a legmagasabb szinten ki tudjuk abban a részben, hogy egészségügyi ellátás szempontjából jó legyen, minél előbb megkapják a segítséget, én úgy érzem, ezért mindennek teszünk. A koronavírus járvány negyedik hullámával összefüggésben a házi orvosok is leterheltebbek a városban, Szabó Péter polgármester találkozót kezdeményez az orvosokkal. Igencsak leterheltek, ugyanúgy, ahogy a szakellátásban dolgozók, tehát nagyon nehéz nekik felvenni a telefont, miközben oltanak, vagy éppen ellátnak egy-egy beteget. Ezzel kapcsolatban viszont én azt szeretném kérni, egyrészt a lakosság részéről a türelmet, másrészt pedig kezdeményezni fogok a házi orvosokkal egy rövid találkozót, amire egyébként évente egyszer azért sort szoktunk keríteni, ha kell, akkor többször is természetesen, amelyben egyrészt kikérem az ő véleményüket, hogy miben tudnának esetleg ebben segíteni, vagy hogyan tudnák megoldani a jobb elérhetőséget. Nekünk is van természetesen ötletünk, hogy hogyan lehetne ezen javítani. Tehát a cél az valóban, hogy ez minél gördülékenyebb legyen. A teljes beszélgetés megtekinthető hétfőn a Híradó után. A műsorban kiderül továbbá az is, hogy napokon belül lezárul a Barátságúti rendelőintézetben végzett felújítás, és új iskolaorvos dolgozik majd a városban.